Ezt a fűtést lekapcsolja, és a kertben alussza álmát. Paplan meleg éjszakákon, nem zavarja már semmi sem. Csönd nem borzol, a hideg nem ráz, emlékezni meg. Paplan meleg éjszakákon, nem zavarja már semmi sem. A csönd nem borzol, a hideg nem ráz, emlékezni meg nincs mire. Révbe érni vagy abba hagyni, mindegy már. Bújd le a szemed és meglátod, bőrön túl is lát egy pilácsot. A paplan kemény, de az ágy puha, panasz, mint soha. Bújd le a szemed és meglátod, bőrön túl is lát egy pilácsot. A paplan kemény, de az ágy puha, panasz, mint soha. Panasz, mint soha. Panasz, mint soha. Panasz, mint soha. Test a fűtést lekapcsolja, és a kertben aludta álmát. Paplan meleg éjszakákon, nem zavarja már semmi sem. A csönd nem borzol, a hideg nem ráz, emlékezni meg nincs mire. Révbe érni vagy abba hagyni, mindegy már. Bújj le a szemed és meglátod, bőrön túl is lát egy pilácsot. A paplan kemény, de az ágy puha, panasz nincs soha. Bújj le a szemed és meglátod, bőrön túl is lát egy pilácsot. A paplan kemény, de az ágy puha, panasz nincs soha. Bújj le a szemed és meglátod, bőrön túl is lát egy pilácsot. A paplan kemény, de az ágy puha, panasz nincs soha. Panasz nincs soha. Panasz nincs, panasz nincs soha. Franken Dave, vagyis Ferenc és Dávid magyarul. Kezdjük a stílus tisztázása. Én azt mondtam, hogy rockabilly, te azt mondtad, hogy... Hát, hogy inkább ilyen alter country, country vonal, alter valami hasonló. Country, nagyszerű. Nagyon sok ilyen zenekar van Magyarországon is, meg úgy globálisan is, és ezeket nagyon szokták szeretni. Nektek kik a személyes kedvencek? Hogyha nekem ki kellene emelnem valakit, mondjuk hazulról, akkor mindenképpen a Quimby lenne az az előd, aki... úgy tudok tekinteni, hogy ilyen példaképszerű, vagy hogy mondjam. Aztán nem tudom, Dávid, neked mi lenne, akit kiemelnél? Ami alter vonalba igazából így bejön, az nekem egyből a 30Y, de szerintem eléggé megegyezik az ízlésünk. A Quimbyt én is szeretem, de most még így... Az a baj egyébként, hogy alapvetően nagyon széles skálán vagyunk mind a ketten zeneileg, tehát hogy nehéz lenne itt tényleg kiemelni. Úgyhogy ez lenne. Még aki eszembe jutott külföldről, Tom Waits, aki egy ilyen hasonló karakterben, így mármint hangkarakterben, ilyen mély, kicsit rekettes, és ilyen viszonylag hát költői megfogalmazásokban próbál beszélni, ahogy mi is, így a saját dalainkban. Ugye itt az előbb elhangzott az, hogy nagyon sokféle stílus szerettek ti magatok is. Ezt hogyan tudjátok Franken Dave stílusba átültetni, ezt a sokféleséget? Át lehet egyáltalán, vagy át kell ezt így ültetni? Mindenképpen van egyfajta korlát abban, ugye, hogy ketten vagyunk, tehát egyszerre annyi hangszert nem tudunk megszólaltatni, ami mondjuk egy öttagú zenekarnál evidens, hogy mondjuk van egy billentyűs, dobos, gitáros, és ezért ezek a limitációk mindenképpen közre játszanak abban, hogy mi az, ami működőképes egy színpadon. Tehát nem minden dalt tudunk eljátszani, amit szeretünk igazából. Így ezt tudom mondani, hogy így nem tudjuk megvalósítani mindet, azt, amit úgy érzünk, hogy a szívünkhöz nőtt egy-egy dal, és ezt nem tudjuk megvalósítani. De azért nagyon sok mindent szerencsére, igen. Mikor döntöttétek el, hogy ti így ketten fogtok egy zenekart alkotni? Akkor most átadom Dávidnak a szőt, hogy nem beszélt olyan sokat. Hát igazából a megismerkedésünk az egy olyan 3,5 éve történt. Akkor megbeszéltük, hogy ugye ő is zenél, én is zenélek, és akkor elindult ez az egész. De akkor ez még csak egy ilyen szoba turné szinten működött igazából, és tavaly nyáron jött egy olyan lehetőség, hogy mi Debrecenbe felléphetünk a Utcazene Fesztiválon, és igazából az volt az első debütálásunk, és onnantól kezdve ugye jöttek a fellépési lehetőségek, illetve mi is próbáljuk a szárnyunkat nyitogatni, és majd szeretnénk nyilván
a következő időszakban, ugye mi is kiadni albumot, akár, úgyhogy most ezen dolgozunk jelenleg. Na és milyen volt ez az első koncert? Mit láttatok a közönségen? Hogy fogadta a ti produkciótokat? Hát igazából a visszajelzések azok mindenféleképpen pozitívak voltak, tehát már akkor jött megkeresés az első koncert után, hogy igen, srácok, ez jó volt, ez tetszett, ezt szeretnénk, mi is. És már az nagyon pozitív volt, tényleg volt, aki ugye járókelők jöttek, mentek, volt, aki többször visszajött és elkezdett videózni minket, úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagyon pozitív visszajelzés volt nekünk, hogy jó, amit csinálunk. Csak egy fél mosoly, egy foltos képen, az emlékezet peremén, csücsül éppen, homlokon puha, éhesen, nem értem még teljesen, erre nem értem még meg, miért világ, haragudni rád, nem ég kiváltság. Csak ennyi maradt ezen a foltos kis képen. Ezernyi lyukkal szaggatja szét a szívem. Csak ennyi maradt ez a kis kép. Nem is kaptatok olyan kritikát, ami negatív lett volna. Kaptatok? Nem, abszolút nem. Kéne még egy basszusgitáros. Ja igen, ez volt igen, hogy valamilyen szempontból, vagy valahogy valósítsuk meg azt, hogy legyen basszus a zenekarban. Ha nem is basszusgitárossal, mert volt egy basszusgitáros, aki azt mondta, hogy ne vegyünk fel senkit. Mert hogy ez a kettőnknek a kémiája, az, ahogy együtt tudjuk ezt csinálni, az, ami ennek az egésznek az erejét, a működő képességét hozza. Úgyhogy ezt megoszlanak a vélemények. Ugye nagyon sok feldolgozásotok van, de azért vannak saját dalok is. Ezeket mind a ketten írjátok, vagy vegyesen írjátok. Hogy oszlik ez meg? Igazából neki már van egy kiadott LP-je, mondhatom így akkor. És ugye abból válogattunk be dalt, és most vannak még folyamatban a saját dalok írása. Én is nem olyan rég sikerült egy olyan dalt összehozni, amire mind a ketten azt tudtuk mondani, hogy igen, ez szerintünk működik ketten is. Mert egyébként van nagyon sok dalkezdemény, amit sajnálatos módon nem tudunk előadni, mert egyszerűen ahhoz kell még ember, meg kell hozzá hangszer. De tehát, ugye ezt kell nagyon szem előtt tartani, hogy ketten el tudjuk játszani, és abba azt a stílust, amit mi képviselni szeretnénk, azt bele tudjuk vinni. Meg ugye nem csak a stílus, hanem azt az energiát át tudjuk vinni ketten, és ugye az nem túl egyszerű. És milyen téma az, ami ebbe belefér, ebbe a különleges kémiába, ami kettőtök közt van, és ezt most a jó értelembe kérdezem. Ilyen szempontból sem műfaj, sem nem mondjuk a dalszövegnek a témáját illetően nincsenek megkötéseink. Inkább az, hogyha amire mind a ketten azt érezzük, hogy ebben az irányban el tudunk mind a ketten azonos erővel mozdulni, vagy hogyha tudjuk egymást erősíteni, mondjuk, nem tudom, mondom, van egy balladisztikus dal, és akkor az mondjuk nekem a szívügyem, vagy megtetszik, de nem biztos, hogy Dávidnak az fog tetszeni. És akkor, ha már neki nem tetszik, vagy úgy egy kicsit úgy érzi, hogy nem teljesen tud vele azonosulni, akkor azt félretesszük. Csak ennyi maradt, meg egy szemüveg, a képet a foltos idő barnította meg, emlékezni rád még tovább. Nincs is már más kívánság. Csak ennyi maradt ezen a foltos kis képen. Ezernyi lyukkal szaggatja szét a szívem. Csak ennyi maradt, mégsem kevés nekem. És hogyha egy kicsit távolabbra tekintünk, mondjuk 10 év múlva, létezni fog-e még a Frank & Dave formáció, és hogyha igen, akkor milyen témában tudunk majd beszélgetni, hol fogtok tartani? Hú, ezt lehet átadom Dávidnak. Hát igazából ez egy olyan kérdés, amire én sem tudok válaszolni. Nyilván nekünk az az érdekünk, hogy azért olyat alkossunk, ami meg tud maradni, hely tud állni, és nyilván
egy olyan közönséget is be tudunk vonzani, aki erre vevő, tehát hogy nekünk mindenféleképpen ez a tervünk. És igazából ez a terv a jövőre nézve, nyilván, hogyha ez a formáció meg is marad, én nem tartom kizártnak azt sem egyébként, hogyha esetleg bővülünk, akkor az már egy másik név alatt esetleg, de ez a Frank and Dave Project megmaradna. Tehát, hogy ezt sem tartom kizártnak, mert nyilván azért nekünk is vannak olyan irányzatok, amiket nagyon szívesen belekezdenénk, csak egyelőre még nem tudunk. Nem úszod meg a választ egyébként te sem. Szóval hol látod magatokat 10 év múlva? Egyetértek azzal, amit Dávid mondott. Nekem így abból az jutott eszembe erről, ahogy mondta, hogy el tudok mondjuk egy olyat képzelni, hogy Frank and Dave, és akkor nem tudom, és a barátai, vagy hogy mondjam, tehát valami olyasmi, hogy megmarad, úgymond ez a brand, vagy hogy mondjam, megmarad a magja, a mi kettőnk, és hogy ehhez, vagy e köré építünk mondjuk egy nagyobb zenekart. Ennél a dalnál annyit el szeretnék mondani, hogy ennek a szövegét nem mi írtuk, hanem Müller Péter Sziámi, a Napi Dal Sziámival című műsor, vagy videósorozatnak az egyik epizódja volt ez. Ezt dolgoztuk fel. Hétfő reggel kopogtattál nálam, de nem nyitottam ajtót. A helyzet az, hogy a kedélyem éppen az egyedül létre hajlott. Kedden reggel kopogtál újra, de nem hallottam én. Épp az erkély korláton álltam a semmi legszélé. Fedd a reggel, ha jól emlékszem, a csengő jó volt már. Megint szólalt, és gyanítom, hogy megint te voltál. Volt akkor ott egy pillanat, úgy éreztem, nincs tovább. Lehet az, hogy inkább mégis megkapod a kis szobát. Volt azért egy pillanat, úgy éreztem, nincs tovább. Lehet, megkapod a kis szobát. Törtököm meg röviden kétszer, pont úgy, mint a postás. De nem mentem ki akkor se, mert nem akartam, hogy úgy láss. Péntek reggel hosszasan nyomtad, na nem á, ez azért durva, hogy szombat reggel is úgy döntöttél, hogy próbálkozol újra. Vasárnap reggel nem voltam otthon, csak kb. Délre értem. Be volt törve az üveg az ajtón. Miért csinálsz ilyet? Kérdem, miért? Miért csinálsz ilyet? Miért? Hogy nincs tovább. Legyőzött a kitartásod, befejeztük az iskolát. Eljött a pillanat, megéreztem, hogy nincs tovább. Holnap reggel kapsz egy kulcsot, és belakunk együtt két szobát. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.